Karácsonyi daloktól volt hangos a Petőfi Sándor Művelődési Ház advent harmadik hétvégéjén. A bátaszéki hagyományos adventi forgatagot idén a szokásos piactéri helyszín helyett itt rendezték meg. A rossz idő bekergetett bennünket a művelődési házba, illetve gazdasági megfontolásból eleve ide terveztük, illetve nem csak a Petőfi Sándor művelődési ház tereibe, hanem az udvarra is. Na most igazából hát a rossz és zord időjárás igen emiatt kergetett be bennünket, de mi nem bánjuk egyébként, és a bátaszéki vállalkozók ipartestülete, illetve a nagycsaládosok egyesülete így is vállalta, hogy itt kint az udvaron főzi mondjuk a teát, illetve forralt borral, zsíros kenyérrel és vidámsággal és barátsággal is kedvességgel várja a hozzánk érkezőket. A nagy teremben viszont zajlanak a programok, és azok a csoportok, amelyek elfogadták a fölkérésünket, hát egy-egy színes programmal, illetve karácsonyváró kis rendezvénnyel készültek, és ennek nagyon örülünk. Ezen kívül pedig kézműves kirakodóvásárral is várjuk az érdeklődőket, és hát olyan azt gondolom, hogy művészi kivitelezési ajándékokat lehet vásárolni akár karácsonyra, amelyeknek bárki örül, hogyha megtalálja majd a fa alatt az ünnepekkor. Kovács Rózsa Zsuzsanna két kisgyermekével érkezett a forgatagra. Reméljük, hogy egy kicsit ráhangol minket a karácsonyra ez a program, mert már nagyon hiányzott a Covid és az elmúlt évek zűrjei után, úgyhogy reméljük, hogy ez egy picit segít a karácsonyi hangulattal. Ja, ők még nagyon nem láttak ilyen se kirakódóvásárt, se műsort, és szóval a két picivel jöttem. Még nem néztünk körül teljesen, de remélem, hogy találunk valamit, ami jó lehet. Esetleg mondjuk karácsonyi ajándéknak is, mert látok itt ígéretes árusokat. A város több csoportja is fellépett a karácsonyváró rendezvényen, a kirakodóvásárra pedig karitatív, vagy kimondottan bátaszéki kézművesek érkeztek. Anyának jöttem segíteni, amíg ő fellépett, én árultam. Sokan vagyunk itt most a házban, nagyon furcsa egyébként, hogy nyilván a világjárvány utáni helyzetben, amikor mindenki félt rendezvényre menni, mindig kicsit kevesebben voltunk, vagy úgy látszott egyébként, hogy kisebb az érdeklődős. Most visszatért a Petőfi Sándor művelődési házba az élet, és azért el kell mondanom, hogy már említettem, hogy a Nagy Családosok Egyesülete és a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete kint van az udvaron, de azért a Bátaszéki Karitas csoport, a Református Egyházközség is képviselteti magát, illetve az árusok között ott van Gabriel a Natura, Béda Anita, Pap Hajni, aki most gyönyörű textilekkel és karácsonyi manókkal érkezett, illetve Váci Györgyné bátaszéki mézes kalácsos, illetve a Baba Mama Klub is készült különböző ajándékokkal és ilyen karácsonyi gyönyörűségekkel, valamint a Keresztély Gyula Városi Könyvtár dolgozói és a Varrókör szimpatizánsai is itt vannak. Az este során nem csak a Caritasnak gyűlt adománya sütemények eladásából, a bátaszéki iparosok a helyi gondozási központnak ajánlották fel a bevételüket. Ma úgy jöttem el, hogy nem lesz senki, ez miatt az idő miatt, de úgy tapasztaltam, hogy tele van a műfáz, és mindenki jól érzi magát. És mindenki már hangolódik, mert ugye a forradból teje meg ezek, az már ráhangolja az embereket, meg a műsor. Főleg majd a gyerekek, amikor énekelnek, meg táncolnak. Amúgy minden évben jövünk az iparosokkal, hozzuk a forralt bor, teját, és kapunk pénzt, ezt felajánljuk a nagycsaládosoknak, jobban van a családsegítőbe, úgyhogy minden évben alig várjuk ezt a rendezvényt.